Államfőt választott a parlament. Novák Katalin lett Magyarország első női köztársasági elnöke. A háborús szankciók áldozatai. A Sberbank ügyfeleinek nagy része visszakapja a pénzét. Hegyvidéki nyári táborok. Idén is a sport és az egészség lesz a főszereplő. Bach mindenkinek. Két hét alatt 150 ingyenes koncertet szerveznek. Jó estét kívánok! Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Novák Katalin lett Magyarország új köztársasági elnöke. Erről döntött a jelenlegi összetételében utolsó ülését tartó parlament. A kormányzó pártok jelöltje a korábbi családügyi miniszter volt, míg az ellenzéki pártok Róna Péter közgazdászt jelölték a tisztségre. Az országgyűlés titkos szavazással döntött az új államfő személyéről, Novák Katalin már az első körben megkapta a képviselők szavazatainak kétharmadát, pontosan 137 támogató voksot. Így újabb szavazásra nem volt szükség. Novák Katalin Magyarország történetének első női és egyben az eddigi legfiatalabb köztársasági elnöke. Az 5 évre megválasztott új köztársasági elnök a szavazást követően ünnepélyes esküt is tett a képviselők előtt. Egyes elemzők szerint Novák Katalin társadalmi megítélése pozitív. Ennek köszönhetően könnyen be tudja tölteni azt a legfontosabb államfői feladatot, hogy megtestesítse a nemzet egységét. Az új köztársasági elnök tevékenysége az eddigieknél láthatóbb lesz a széles nyilvánosság előtt is, hiszen a politikus igen aktív a közösségi médiában, ami az eddigi államfőkre egyáltalán nem volt jellemző. Novák Katalin várhatóan államfőként is erőteljesebben képviseli majd a családpolitikát, és a nemzetközi politikai életben is aktívabb szerepet tölt be. Novák Katalin május 10-én lép hivatalába, ő lesz a 6. köztársasági elnök a rendszerváltás után. Magyarország történetének legjelentősebb humanitárius segélyakciója zajlik. A háború kitörése óta már több mint 200 000 menekült érkezett hazánkba Ukrajnából. A külügyi tárca vezetője szerint a segítségpontokon eddig 115 000 ember kapott valamilyen támogatást, illetve ellátást. A Híd Kárpátaljáért segélyprogram számlájára pedig 638 millió forintnyi adomány érkezett. A kormány 800 tonna élelmiszert és 200 tonna higiéniai terméket szállított Kárpátaljára, illetve teljes körű egészségügyi ellátást ajánlott fel a kórházi kezelést igénylő ukrán gyerekek számára. Egyetlen magyar pénzintézet sem akarta megvenni a legrégebbi és legnagyobb orosz bank leányvállalata, a budapesti Sberbankot, amely így a végelszámolással szűnik meg. A háborús szankciók következtében fizetésképtelenné vált hitelintézet ügyfeleinek nagy része visszakapja a pénzét. A közelmúltban sokan foglalkoztak az orosz Sberbank ügyfeleinek jövőjével. Mint ismeretes, a majd 65 000 magyar ügyféllel is rendelkező pénzintézet a háborús szankciók miatt csődöt jelentett. A Sberbank problémái nem belülről fakadtak. Gyakorlatilag a háború nyomán az orosz anya bankra, az orosz Sberbankra kivetett szankciók jártak utána azzal, hogy a nemzetközi pénzvilág elfordult az orosz banktól, elfordult annak a ausztriai leányvállalatától, a Sberbank Europe AG-től, és utána gyakorlatilag ez befagyasztotta a bankközi kereskedési lehetőségeit a további leánybankoknak, így a Magyarországi Leánybanknak is, ráadásul a Magyarországi Leánybanknak a bizony fizetésképtelenné vált osztrák anyabanknál egy nagy betétje is volt, és innentől tulajdonképpen nem lehetett megmenteni a magyar bankot, a végelszámolás lehetett az út. Az MNB az utolsó pillanatig vevőt keresett a magyar Sberbankra, de a hazai pénzintézetek közül senki nem vette meg, ezért került sor a végelszámolásra. Ám miután a Sberbank is az országos betétbiztosítási alap tagja volt, ezért 100 000 euróig kártalanítják az ügyfeleket. Információink szerint legfeljebb 1000 olyan ügyfél volt, aki ennél nagyobb összeget tartott a Sberbankban. Aki a betétbiztosító limitje fölött volt, neki is lesz megtérülés, hiszen egy végelszámolási eljárás indult el, és a végelszámolási eljárás keretében a felosztható vagyont fogják különböző kifizetési osztályokba a betéteseknek, illetve egyéb követeléssel élőknek teljesíteni. Részletes tájékoztatót lehet olvasni mindenről a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve az Országos Betétbiztosító és a végelszámoló PSFN Kft. Honlapján is, hiszen nagyon sokféle élethelyzet van még. Van, aki hitelt vett föl,
hogyan fizetheti vissza a hitelét, ezt kérdezi. Van, akinek széf betétje van ott, az ahhoz hogyan jut hozzá. Van, aki a utolsó munkabérét kérdezi, vagy a nyugdíját, ami már nem ment el márciusba oda, hiszen az államkincstár nem fizette oda. Ezeket az egyedi élethelyzeteket és az erre való válaszokat meg lehet találni az mnb.hu, az oba.hu és a psfm.hu honlapokon. A fogyasztóvédelmi szabályok a betétbiztosítási kifizetésekre is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy 10 munkanapon belül rendezni kell a tartozásokat. Ez azt jelenti, hogy március 18-án mindenki vagy már megkapta a pénzét, vagy pedig megkapta azt az értesítést, hogy melyik bankfiókba mehet be, és adott esetben veheti ott ki a pénzét, vagy nyithat bankszámlát, vagy utaltathatja onnan tovább. Ugyanis háromféle kifizetés lesz. Akinek már most van bankszámlája, kérheti oda, akinek nincs, ezeknél a kijelölt bankfiókokba tudja elintézni az ügyét, akár a pénzkivételt, akár továbbutalást, ha nyit bankszámlát, és a harmadik a kis összegű követeléssel élőknek pedig a postás fogja meghozni ezt az összeget. Binder István elmondta, hogy az obán túli kártérítési folyamat ennél jóval hosszabb lesz, hiszen a végelszámolónak összesítenie kell a vagyont, a felszámolás alatt befolyt összegeket, valamint az anyabankból is befolyó pénzeket, és a folyamat végén rendelkezésre álló összeget osztja fel a károsultak között. Az SZJA 1+1%-áról idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni. Erre hívta fel a figyelmet az Adó- és Vámhivatal. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át, ám minden támogatott szervezetnek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, ezért minden adózót aktív közreműködésre kér a NAV. Felajánlásokat azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak az adóhivatalnál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségeket és a kiemelt programokat lehet támogatni. Az SZJA 1+1% felajánlható abban az esetben is, ha az adózó adóvisszatérítésben részesült, mutatott rá a NAV a közleményében. 14 tájépítész műve érkezett a Városmajor megújítására kiírt nyílt tervpályázatra. Erről számolt be a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár. Az év legelején kiírt pályázat célja, hogy egy mostaninál rendezettebb, zöldebb, családbarátabb parkot hozzanak létre Buda szívében. Fűries Balázs több és jobb minőségű zöld felületeket, kényelmes utcabútorokat, öltözővel felszerelt sportpályákat, tágas kutyafuttatókat és több korosztály számára alkalmas játszótereket ígért a fejlesztés eredményeként. A korábbi korlátozásokkal teli évek után idén nyáron széles repertoárral várják a gyerekeket a Hegyvidéki Sportközpont táborai. Ezekben a hagyományokhoz híven most is a sport lesz a főszereplő. Áprilistól lehet jelentkezni a kerületi táborokra. A nyári szünet egyelőre ugyan még nagyon távolinak tűnik, ám sok táborszervező már most aktív táborkeresésre biztatja a szülőket. A szakértők szerint a fővárosban a jó táborok egy részére már most alig van hely, ám ez a megállapítás nem vonatkozik a 12. kerületre. A legnagyobb táborszervező, a Hegyvidéki Sportközpont munkatársai ugyanis most dolgozzák ki a tematikát, gyűjtik össze a különleges programokat, és mindenkit megnyugtatnak, hogy még nem késtek le semmiről. Elég, ha a kerületi sportközpontokban szervezett táborokra később adják le a jelentkezésüket. Itt a Városmajori úszodában lesz úszótábor, ami nem csak úszótábor, hanem más kézilabda és úszótábor, kézilabda tábor, csak úszótábor, úszó és sport tábor, úgyhogy különböző sportelemekkel kedveskedünk az ideérkező gyerekeknek, és valamint különféle programokkal is a táborozás tekintetében. Évek óta nagyon sok családnak segít az önkormányzat által fenntartott, de a Hegyvidéki Sportközpont által szervezett Mátyás tábor, amely a kerületi gyerekeknek igazi vakációs élményeket kínál a Normafa oldalában. Az iskolai tanévzárót követő második héten induló Mátyás tábor 8 héten keresztül várja a gyerekeket. Amit biztosan tudok már a Mátyás táborral kapcsolatban, hogy itt ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján is ugye a járványhelyzetre való tekintettel is, hiába sajnos ezt ugyanúgy ki kell emelnem és mondanom, hogy a maximális
heti létszám, az ugyanúgy 95 fő lesz, tehát, és főleg elsősorban ugye a kerületi gyerekeket, akik a kerületi lakcímkártyával rendelkeznek, vagy bármelyik kerületi intézményben járnak iskolába, ők természetesen előnyt élveznek, és velük töltjük föl a jelentkezési helyeket, és hogyha marad hely, még akkor természetesen külsős gyermekek jelentkezését is várjuk. A kerületi Mátyás táborba 7 évestől 14 éves korig várják a gyerekeket. Ennek a korosztálynak különösen nagy élményt jelent a vízpart, pontosabban a Balaton közelsége is. Ám idén a szántódi táborozási lehetőséget ki kell hagyniuk a kerületi iskolásoknak. A szántódi tábor az idén sajnos még nem lesz, viszont bízunk benne, hogy a tábor felújítását követően a következő évben, májusban meg tudjuk nyitni a kapuinkat, és ott is szeretettel várjuk majd a gyerekeket, a táborozó gyerekeket a Balaton partján. Viszont ami lesz még idén, az Sziget-Szent Miklóson ott megnyitjuk a tábort, úgyhogy az iskolákból érkezőknek ott nyáron lesz lehetőségük táborozni a Dunaparton. A sportközpont vezetőjétől megtudtuk, hogy a hegyvidék nyári táborokba várhatóan április közepétől lehet jelentkezni. Különleges koncerteket ígér az idei Bach Mindenkinek Fesztivál. A március 16-án startoló programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a barokk egyik legnagyobb zeneszerzőjének munkásságára. A rendezvény másik küldetése pedig a komoly zene népszerűsítése. A járvány miatt az elmúlt 2 évben többnyire online zajlottak a Bach Mindenkinek Fesztivál programjai, az 5. hullám lecsengésének köszönhetően azonban újra megtelhetnek a hangversenytermek, a templomok vagy éppen a városi parkok a legnagyobb barokkori zeneszerző muzsikájával. A március 16-án induló fesztiválhoz a Kárpát-medence 60 települése csatlakozott. 2 hét alatt összesen 150 ingyenes koncerttel várják a közönséget. Budapesten többek között a Momkult, a Hagyományok Háza és a Millennium Háza is otthont ad a rendezvényeknek. Hagyományok házában lesz az Egressy Bényi Református Művészeti Szakgimnázium népzene szakának, tanszakának a koncertje, és indiai vendégművészek lesznek, indiai népzenészek és indiai néptáncművész, de természetesen a hegyesebb helyszíneken is lesznek koncertjeink itt Budán. Például a Gazdagréti Művelődési Házban lesz családi koncert hangszersimogatóval, a MOM Kulturális Központban, a Hegyvidéki Kulturális Szalomban, a Cifra György Művelődési Központban és Dél-Budán, úgyhogy számos koncerttel várjuk a hegyvidékieket is. A koncerteken olyan neves művészeket láthat és hallhat majd a közönség, mint Pitti Katalin, Rochman Ditta, a Magyar Állami Operaház énekkara, a Budapesti Fesztiválzenekar és az Óbudai Danubia zenekar. A fesztivál küldetése kettős, nem csak Johann Sebastian Bach életműve előtt szeretnének tisztelegni a koncertekkel, de egyúttal a komoly zenét is népszerűsíteni akarják a szervezők. Nem csak a már koncertekhez szokott közönséget szólítjuk meg, természetesen őket is olyan különleges hangszerekkel, mint a viola da gamba, vagy pedig a barokk fúvós hangszerek, de mindemellett még lesznek olyan koncertek, ahol a legkisebbeket is várjuk. Van, ahol zenész színházzal, van, ahol hangszersimogatóval, van, ahol interaktív előadással. A fesztivál főszervezője arra hívta fel a figyelmet, hogy Johann Sebastian Bach a maga korában igazi újítónak számított. Kivételes tehetségének köszönhetően olyan zeneműveket alkotott, amelyek a modern zene alapjául szolgálnak. A fesztivál éppen ezért erre is rávilágít majd. Ő az egész klasszikus zenének, az egész nyugati zenének az origója. Hozzá képes nézhetjük a műfajokat, mi volt előtte, mi volt utána, illetve a zeneszerző társadalmat, akik éltek előtte, akik éltek utána. Ő az origó. És emellett pedig egy olyan multifunkcionális zeneszerző, aki a zeneiskolában a kezdőknek is, és a legnagyobb, legkiforrottabb nemzetközi művészeknek is a mindennapi kenyerévé tud válni, a napi rutinná tud válni Bach zenéje. Úgyhogy ő ez az egyetlen egy ilyen zeneszerző, akire mindez igaz. A koncertek és fesztivál kísérő rendezvényeivel kapcsolatban a bachmindenkinek.hu oldalon találnak további információkat. Március 10-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A tiltás vonatkozik az erdőkre, a fásításokra, a facsoportokra, az útszéli fasorokra és ezek 200 méteres körzetére, valamint az ezekben kijelölt tűzrakóhelyekre is.
A szakértők felhívták a figyelmet, hogy a csapadékmentes időjárás miatt nagy a szárazság. Ezért, amíg ki nem zöldül a természet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat alig több mint 2 hónap alatt több mint 3500 alkalommal riasztották szabadtéri tűzhöz. A leégett terület nagysága csak nem 7000 hektár. Önök a Budai Híradót látták. Műsorunkat a Hegyvidék TV honlapján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!